most vagyunk, az a múzeum látványtára. 2015-ben hoztuk létre ezt a látványtárat, amit lehet is látni, hogy ez egy átmenetet képez a raktár és a kiállítás között. Az a rész, amit most megmutatok önöknek, ez a római korral foglalkozó gyűjteményünk egy része. Ahhoz, hogy ezt a részt létrehozzuk, össze kellett szednünk az összes a múzeumban eddig fellelt vagy gyűjteménybe került római leleteket. Természetesen ennél sokkal több van, de most itt azokat állítottuk ki, amelyek mondjuk látványosabbak, a látogatóknak érdekesebb lehet. Amit itt láthatnak, ez egy amfora. Igazából a múzeumunkban több amfora nincsen. Ez az egyetlen egy darab, ez is látszik, hogy töredékesen került elő, és nem igazán a olyan helyről, amit számított, amikor hogy Gál Attila gyűjtötte be ezt a leletet. Itt pedig egy olyan sírépítményhez tartozó szobrocskát látunk, amelyet Siogárd határában találtak. Ez egy római tégla. A római téglákról tudni kell, és majd később még mutatok néhány téglát, hogy azt a légiósok békeidőben készítették, szabvány szerint. Ez egy ilyen nagyobb méretű tégla, majd amiket mutatok később, azok kisebbek. Ezeket tömegesen gyártották, és amikor kiterítették száradni, akkor bizonyos lábnyomok is, vagy bármi keletkeztek benne, attól függően, hogy milyen állatok vagy emberek végigszaladtak rajta, de ezt majd később egy másik helyen meg tudom mutatni. A római téglát értelemszerűen építkezésre használták, tehát ezekből építették az erődök egy részét, az erődöknek a falát akár, a barakok egy részét, az őrtornyokat, de használták polgári célra is. Vidékünkön kevésbé, sokkal inkább mondjuk a nagyobb római kori városokban, mondjuk például Aquincumban a házak ebből épültek. Nem is feltétlenül ebből a nagyméretűből, hanem kisebből, de például ezt használták a téglákat, vagy a tegulát, ami egy peremes tégla, ezt használták tetőfedésre is, tehát cserépként is. Ez pedig egy oltárkő, ennél érdekesebb talán a másik oltárkő, ami Szekszárdon a Bödőből került elő, Deus Soli felirattal, Isten egyedül fordításban. Ez egy, ugye a rómaiaknál nagyon fontos volt a több Isten hithez kapcsolódó különféle áldozatok, szertartások sorozata, és az isteneknek, a császár kultuszhoz kapcsolódó császároknak állítottak szobrokat, oltárokat, és ez is egy ilyen oltárnak a része lehetett, amit, hogy mondtam, a Bödőben került elő. A császárkultusz része maga a mérföldkövek állítása is. A mérföldköveket értelemszerűen az út mellé állították a rómaiak. A rómaiaknál nagyon profi úthálózat működött, ami egyrészt a birodalom fennmaradását is szolgálta, mert egyrészt a katonaságnak, az információnak, az árunak az áramlását, ez nagyon nagy mértékben segítette az, hogy jó kiépített és karbantartott úthálózat volt. Ezt maguk a légiósok tartották karban, megint csak békeidőben elsősorban, és állították ezeket a mérföldköveket X mérföldenként. A mi vidékünkön, Aquincumtól számozva adták a mérföldeket, főleg a Limes út mentén. És ez is egy ilyen mérföldkő, amely ilyen szerepel egyébként az állító császárnak, vagy annak a császárnak a neve, akinek az idejében állították a mérföldkövet, illetve maga az a mérföldszám szerepel rajta, ahova letették ezt. Ez egyfajta útjelző volt, ezzel segítették az utazókat is, hogy merre járnak éppenséggel. Amiket pedig itt látunk, fönt ezek sírköveknek a töredéke, ugye a rómaiak időszakában a temetkezésnek többféle fajtája volt, de ami nagyon jellegzetes, hogy állítottak sírköveket, és ezeknek a sírköveknek a darabjai egyébként jó részt Várdomb határából került elő, ott volt egy nagy temetkezés Várdomb keleti, nyugati részén. A sírkövekről annyit érdemes tudni, hogy azok általában ábrázolták azt, aki bele temetve a sírba, vagy annak a családját, szinte hát pontosan, tehát meg tudják állapítani azt, hogy nagyjából hasonlíthatott azokra, akik el lettek temetve, megfelelő ruházatban, esetleg jelvényekkel, amik polgári vagy katonai szinten betöltöttek, tehát ennek megfelelően készítették a sírköveket. Thank you.
Előzőekben a római lapidárium részt mutattam be, és most is azzal folytatnám, ezzel a középső egységünkkel, ahol az előbb is bemutatott mérföldkő töredékek vannak, illetve néhány sírkő töredéket állítottunk ki, amely testközelben van, tehát igazán itt közelről láthatják a látogatók ezeket a tárgyakat, nincsenek vitrínbe téve, és itt is találhatunk jó néhány téglát, római kori téglát, ami 30x40 cm-es szabványméretű téglákról beszélünk, és ráadásul bennük van a készítő légióknak a pecsétje is. Ez alapján be lehet határolni, hogy hol és mikor készültek ezek a téglák, illetve, ahogy az előbb említettem, néhány téglán látszódnak állat, illetve embernyomok, amikor száradni ki lett ez téve a mezőre, akkor hát állatok, emberek végigszaladtak ezen a száradó téglasoron. A vitrinekben pedig az apróbb tárgyakat mutatjuk be, egyrészt edényeket, bronzedényeket, mécseseket, apróbb kerámia és téglatárgyakat, illetve még itt is van néhány szobortöredék. Ebből a vitrinből itt a szokványos mázas kerámiák és egyéb használati tárgyak kívül ezt a szobortöredéket mutatnám be. Ez egy életnagyságú lovas szobor, lószobor részének a töredéke, ez aranyozott bronzból készült, nagyon mesteri munka szakemberek szerint, ez mondjuk pont az ágyékát ábrázolja ennek a lónak, Aparhanton került elő. Ez a szobor is nagy valószínűség része a császárkultusznak, amiről beszéltem, tehát a császároknak kötelező volt szobrot állítani a nagyobb városokban, illetve a római légióknak a állomásain, tehát a táborokban. Jó eséllyel ez egy ilyen szobornak a töredéke, ami Aparhantra valószínűleg úgy került, hogy valahonnan máshonnan hozták és nyersanyagként használták majd föl. Tehát ez már a római időszak után kerületett Aparhantra, ahol ott a Csorgónál egy nagy villagazdaság működött. Ezt úgynevezett viaszfeszejtéses eljárással készítették ezt a bizonyos szobrot. Ez látszik azon, hogy vékony a fala, illetve bizonyos olyan kézmozdulatok, kéznyomok látszódnak ezen, ami mutatja azt, hogy a viaszt hogyan készítették, hogyan formázták meg, és az a viaszfeszejtéses eljárásnak a lényege az, hogy a viaszból elkészítik magát a szobrot életnagyságban teljes egészében, azt körbeveszik olyan anyaggal, amit ugye bírja majd a bronznak a hőjét, utána, amikor beleöntik a bronzot ebbe a vékony viasz, kiolvad belőle, és egyet kitölti a bronz, és így jön létre ez a szobor, jött létre. Látszik az is rajta, hogy bizonyos részeket külön később raktak rá, tehát ez, ahogy mondtam, ez a lónak az ágyéki része, és a herék azok itt ezen a részen helyezkedtek el, és látszik, hogy ezt később szegecseléssel rakták rá, és az aranyozásot nem is látható, mert ugye itt volt az a rész, és az aranyozás az egészet borította. Szó volt már korábban a téglákról, most itt egy olyan vitrint mutatok be, ahol hasonlóképpen vannak téglák, illetve kerámiából, agyagból készült tárgyak, ez építkezéshez kapcsolódóan, például ezek a többszög alakú padlótéglák, de ezeknek van nevezett piskót alakú változata is, ezekkel borították értelemszerűen a járófelületet egy-egy szobában, helységben, az előkelőbb épületekben. És még egy érdekesség, ami megint csak valahogy a kőműves munkához kapcsolódik, ez a kőműves kanál, ami szinte ugyanúgy néz ki, mint manapság a kőműves kanál kinéz, annak ellenére, hogy ez körülbelül a 4. században, időszámítás szerint a 4. században került hát nem is a földbe, hanem két kőtömb közé került. Ezt Bölcskén a kikötő erőd feltárása során találták, és két kőtömb közé volt becementálva, tehát nagy valószínűséggel a kőműves benne hagyta a falazás közben a falban. Biztos megdicsérte érte a mester, mert szinte vadonatúj volt, abban az állapotában került bele, és még ráadásul a nyele is megmaradt, ugyanis a mész konzerválta ezt a nyelet. Hát ez szuper állapotban találta a kollégák, és hát egyedülálló lelet. Az előbb említett bölcskei kikötőerőd feltárása során olyan kövek kerültek elő, amelyek korábban sírkőként funkcionáltak, mégpedig a Gellért-hegyi
kelta telep, vagy kelta temető sírköveit használták fel a 4. században, ez kikötőerőd megépítéséhez, ugyanis a kikötőerőd a Duna sóderos ágyába készült, és ehhez valami alapozást kellett tenni, és ezeket a hatalmas méretű kőtömböket használták, hozták le a Dunán, és használták föl alapozásként, amelyek köveket egyébként most meg lehet tekinteni a múzeum előtt. Az a 8 kő az onnan származik, illetve hát Bölcskén a kőtárban vannak ezekből a kövekből 31 néhány darab kiállítva. Ezt az ásatást a 80-as, 90-es évek között, a 80-as évek végén, 90-es évek elején Soproni Sándor, Gálatél és Szabó Géza végezték. A fiókjainkban még apróbb római tárgyakat mutatunk be, például a tengelic bogárzói ezüstpénzlelet, ami több mint 1000 darabos ezüstpénzleletet láthatják. Típusonként kategorizálva vannak, és ezért vannak külön fakkokba ezek a pénzek. Ez mintegy 6 fióknyit a pénzeknek a mennyisége. Azt kell erről a lehetről tudni, hogy valószínűleg 258 és 260 között került a földbe. Akkor volt ide a Pannonia területére egy nagy szarmata, roxolán betörés, és ennek jegyében rejtették el. Azon a részen, ahol hasonlóképpen egy villa működött, mint ahogy az előbb beszéltem, hogy voltak ezek a római villák, és hát aki elrejtette, az már nem tudott érte visszamenni, tehát valószínűleg ők onnan elmenekültek, vagy megölték őket ebből a betöréssel. A pénzek mellett egyéb apró tárgyakat is bemutatunk itt a fiókban, például ezeket a fibulákat, vagy ruhakapcsoló tűket, ennek is hihetetlen nagy variánsai, vagy nagy számú variánsa volt használatban a római birodalomban. Amik itt elsősorban be vannak mutatva, az úgynevezett hagymafejes fibulák, amilyen számszeri alakúak, ennek különféle méretváltozatait láthatjuk, illetve egyéb bronz használati tárgyakat, lószerszámdíszeket, csengőket, különféle kis apróbb szobrokat, amelyek a szekér díszítése vagy kocsi díszítéshez használtak, illetve még ilyen edény fogók is ilyen formásra készültek. Ezek a tárgyak is bizonyítják, hogy a rómaiak professzionálisan értettek a fém megmunkáláshoz, ezen belül a bronz megmunkáláshoz is. Ezek a tárgyak hihetetlen mesterségbeli tudásról tesznek tanúbizonyságot, mint az előbb az a szobor is, amit bemutatom, hogy szoborrészlet vagy töredék is, amit bemutattam, az is mutatta ezt, hogy ezek mesterien kidolgozott alkotások. Ugye azt szoktuk mondani, hogy már a görögök, most a mi vidékünkön inkább azt mondhatjuk, már a rómaiak is, tehát a rómaiaknál biztos, hogy minden megvolt jóformán, amit mi ismerünk, használunk ma, természetesen a kornak megfelelő tudás háttérrel. Ha a rómaiak bronzművességét dicsértem, akkor szólnom kell mindenképpen a kerámia művességükről is, ugyanis az is professzionális szintre emelkedett, nem csak abban, hogy hatalmas mennyiségű tömegterméket állítottak létre a birodalom szerte, különféle technikákat alkalmazva, hanem van egy kiemelkedő kerámia típusa a rómaiaknak, az úgynevezett terra sigillata, ami itt látható ebben a fiókban, belőle néhány darab. A jelentés, hogyha lefordítanánk ezt a szót, azt jelenti, hogy pecsételt föld, ugyanis ezt úgy készítették ezt az edényt, hogy egy negatív formát készítettek, és abba nyomták bele a nagyon jó minőségű agyagot, és utána olyan mázzal vonták be, ami nagyon egyedivé tette ezeket a piros színű edényeket, amelyeknek számtalan típusa létezik, és ráadásul még ezeket a tudósok hozzá tudják kötni bizonyos műhelyekhez, területekhez, időpontokhoz, hogy mikor, miért készítettek, és ezeknek a birodalom szerte való kereskedelme, ez nagyon segíti a régészeket például a kor meghatározásban egy-egy telep vagy sír, bármi feltárása során a kor meghatározásban. Talán ezzel a néhány tárgyal sikerül bebizonyítani, hogy a rómaiak mennyire professzionálisan készítették a mindennapi használati tárgyaikon kívül a fegyvereket, edényeket, a szerszámokat, a ruhadíszeiket, de ugyanúgy az épülethez szükséges építőanyagot, a téglákat, és ezentúl ezekből a tárgyakból talán nem látszott, de maga az államszervezet kiépítése, az úthálózat, a postahálózat, ez mind-mind annyira professzionálisan működött a római birodalomban, hogy ez volt az egyik alapja annak, hogy több száz éven keresztül létezett.